A nyári egészséges ételekről, konyhatechnikákról beszélgettünk Szatmári János mesterséffel. A szakember szerint a nehéz zsíros ételeket most felejtsük el. Azokat tartsuk meg télre. Most inkább a laza könnyű ételeket kell készíteni, a nehéz zsíros ételeket azt majd inkább késő őszre hagyjuk, és azért mondtam, hogy a zöldségekből kellene készíteni könnyű ételeket. Most a könnyű laktató ételeket, zöld saláta, cukkini, magvak, uborka, zöldségek joghurtos öntettel, vagy a gyümölcsleveseket javasolja sok joghurttal, meggyel, barackkal, cseresznyével. Mivel hogy elég sok csapadék esett, így megnőttek a kertbe a cukkinik, az uborkák, a mindenféle zöldségek, amiket elültettek, és azokból lehet bármilyen ételt készíteni. Egy párféle ételt be fogunk majd itt mutatni a legvégén, amiket nagyon egyszerű elkészíteni, még a gyerekek is el tudnák, vagy meg tudják csinálni. A saláták, a zöldségek, akkor a répa felszeletelve, felcsíkozva, felreszelve, és akkor a cukkinit is hasonlóképpen kicsit besózni, kinyomni belőle a nedvességet, és akkor befűszerezni, és akkor a görög joghurttal ízesíteni, összekeverni, egy kis ropogós magot például beletenni, napraforgót, vagy tökmagot, és akkor mindjárt, vagy mogyorót, és akkor mindjárt egy kellemes kis saláta kerül elő az asztalra. Lényegében majdnem minden gyümölcs leves könnyen elkészíthető, mivel hogy tele van a lével, kevés rost van benne, úgyhogy szinte csak fel kell forralni, beízesíteni, és akkor készen van betenni a hűtőbe, hogy másnapra vagy később hideg, még üdítő helyett is jó, hogyha vékonyra van elkészítve a gyümölcsleves. A sok megyből jön nem soká a barackok, és akkor a cseresznye lassan lecseng, de viszont ezekből vegyeset is lehet készíteni, és hűtve különösen jó, ha nagyon-nagyon meleg. Görög dinnye leves vagy grillezett dinnye is nagyon finom. A salátát mentalevéllel is díszíthetjük. A görög dinnyéből lehet salátákat készíteni, meg lehet grillezni, akkor lehet levest készíteni belőle, görög dinnye levest, egy sárga dinnyéből meg kockákat beletenni, és akkor a szép piros meg a sárga olyan jól mutat benne. Akkor lényegében a salátát is a görög dinnyéből, a közepiből, ahol kevés a mag, onnan szép kis kockákat vágni, és akkor lehet beletenni egy kis epret, egy kis gyümölcsöt összekavarni, egy kis szedret, és akkor úgy elkészíteni, hogy egy picikét úgy ízesíteni, hogy nem sok cukorral, de inkább mézzel, lelocsolni egy pici mézzel, akkor a menta is úgy megnőtt már, hogy térdig ér, és akkor a mentából kis leveleket rátépkedni, és akkor be is van ízesítve. A hűsítő limonádékba is tehetünk mentát, de a citrom lereszelt héját. Viszont felejtsük el a cukrot, inkább mézzel vagy magvakkal, gyümölcsel ízesítsük. A mentának nagyon sokféle változata van. Azokból lehet, van amelyik a citromos, van amelyik a erősebb mentás jelleggel van. Hát meg a citromnak a héját belereszelni, utána felszeletelve beleáztatni, és akkor az a lényeg, hogy kevés cukor kerüljön bele, mert a cukor az gyengíti az immunrendszerünket, és meg egy savanykás, finom kis nyári üdítőként elkészíteni. A grillezésnél saját pácot készítsünk. Citrom, narancs felhasználásával ne a tartósítószeres készpácokat alkalmazzuk, tanácsolja a szakember, aki szerint a gyors gyümölcspiték, a palacsinta tésztába tett gyümölcsös sütik az egészségesek nyáron. Általában azt javasolom, hogy magukkal a gyümölcsökkel ízesítsünk. Hogy például a citromot a narancssal összekavarjuk, teszünk hozzá egy kis olajat, összekavarjuk, teszünk bele egy kis sót, borsot, és akkor abban bepácoljuk. És akkor lényegében semmi olyan tartósító szeres páccal nem veszünk igénybe, hanem ezzel bepácoljuk, és akkor azzal ízesítjük. Ebben salátát is lehet ízesíteni. Meg lényegében a gyümölcsökből. Ha édesebbet akarunk, akkor teszünk bele kis datóját.
vagy egy kis mazsolár, külön beáztatunk, és akkor kinyomkodjuk a levét, és akkor annak a levivel be lehet ízesíteni ugyanúgy húsokat, gyümölcsöket, bármit, üdítőket, vagy ilyen nyári italokat.